Dicsértessége Jézus Krisztus! Üdvözöllek benneteket, lányok, akik most éppen ezt a prezentációt, bemutatót fogjátok nézni, hallgatni fogtak az én bemutatómhoz, az én általam készített bemutatómhoz. Nagy Ágnes nővér kérésére vállaltam ezt a szép feladatot, mivel a magyar Vidibiknek asszisztense vagyok. Egy kiváló hivatás ez. A Szentlélek ajándéka a mai egyházban. A világot te életed tanúság tételére is szomjazik. A VDB-knek az alapítója Boldog Rinaldi Fülöp volt. Don Bosco harmadik utadja, aki 75 évig élt a világon. Don Rinaldi 1917-ben alapította meg a megszentelt életet élő világi nők első csoportját. 1917-ben sor került az első hét nő felszentelésre. Az első nők a Szalizi Oratórium növendékei voltak, az egyik Carpanera volt, aki Don Rinaldi minden beszédjét egy füzetben foglalta össze, ami a Vidibiknek egyik legnagyobb kincse manapság is. Lehet magyarul is olvasni, ha valakit érdekel, szívesen átküldöm. 1947-ben 12. Pius pápa hivatalosan ismerte el Don Bosco volontáriáit. Kik a Vidibik? Most az én fogok beszélni a nevükben. A világban élő Istennek szentelt nők vagyunk. Nem különbözünk a környezetünkben élő nőktől. Élet szükségleteinkről, munka viszonyunk által magunk gondoskodunk, és részt vállalunk mindenben, amit hoz az élet. A családban, munkahelyen, politikában, társadalmi és kulturális életben, a plébániai közösségben. Különböző környezetekben dolgozunk, tanítónők, hitaktatók, portások, és így tovább. Don Bosco karizmája annak sokféle lehetőségét kínálja számunkra, hogy a fiatalokért munkálkodjunk, érlelődjünk irántunk, imádkozunk értük, és velük örömteli élettanúságot kínáljunk nekik, biztosítjuk a szentségekkel való életre. Az evangéliumi tanácsokra tett fogadalmak által egészen Istennek áldozó magunkat. A világban élünk, családunk körében vagy egyedül. Miként a kovász a tésztában, igyekszünk együtt munkálkodni Istennel világ megszentelésén. Krisztus iránti szeretetünket ezáltal éljük, hogy hűen figyelünk a Szentlélek adta jelekre, a napi személyes ima által, az ima liturgiában, a Szentírás olvasásában, a mindennapi szentmisén. Nagy segítségünk a szentségimádás és a szentségek rendszeres, őszinte vétele. Találkozunk a lelki napokon, ami például nálunk a mi közösségünkben egyszer havonta történik, általában csütörtök szokott lenni. Reggeltől találkozunk, néha 9 órától, néha 10 órától, és körülbelül 4 óráig délutánig együtt tölthetjük ezt az időt. Vannak is a formációs összejövetelek, mivel a magyar VDB-k alá vannak rendelve Szlovákia alatt, akkor néha is kimegyünk a Szlovákiába 3 napra, vagy 1 napra, vagy 2 napra, attól függ, és akkor nagyon jó formációs találkozók szoktak ott lenni, ahol örömteli környezetben találkozhatunk, sokat nevethetünk,
egyik másikkal érdeklődünk pontosan, mi történik egyik másik életében. Nagyon szépek ezek a találkozók, és erőt adó találkozók lehet mondani. Én is, mint az asszisztens, sok mindent kaptam a Vidibiktól, különösen a Szlovákiában élő Vidibiktól. Szlovákiában 152 és általában fiatal Vidibi van, és két nagy tartomány főnökség van náluk. Itt Magyarországon, mivel csak kevesen vagyunk, kell, hogy üten legalább legyünk egy közösségben, hogy egyedül álló tudunk maradni. Ebben az esetben hála Istennek nem is szomorkodunk, mert tényleg szlovákokkal nagyon jó lenni. Egyébként is tudunk nyelvet gyakorolni, ha kimegyünk oda. Az intézményben való felvétel feltételei. Az első, szabad állapot. Második, betöltött 21 év és be nem töltött 40 év korhatár. Jó egészségi állapot. Életkornak és életkörülményeknek megfelelő pszichológiai és érzelmi érettség. Képesség a műveltség gyarapítására. Apostoli életre való irányultság a világban szalizi lelkülettel Istennek szenteltem, más Istennek szentelt életre kötelező intézményben tett fogadalomtól való mentettség, állapotnak megfelelő anyagi függetlenség. Rendelkezés annyi idővel és szabadsággal, ami lehetővé teszi az imák elvégzését, valamint az intézmény formációs és szervezési követelményeinek teljesítését. Köszönöm nektek, hogy meghallgattatok engem. Ha szeretnétek kapcsolatot tartani velünk, akkor rajtam keresztül lehet ez megtenni, vagy egy volontárián keresztül, aki a volontariodomboska@gmail.com e-mailnél mindig van. Titoktartás miatt nem mondhatom a nevüket. Ha te is leszel volontária, valamikor te is találkozhatsz velünk. Minden jót kívánok neked!